A redemció, visszavásárlás, megváltás, értékteremtést jelent. Hadd fogalmazzak így, jász nagykor őseink az értékteremtésben eljutottak Isten ajándékáig. A jászberényi főtemplomban Szent Mise szólt a jászkunokért, a legjobb magyarokért, akiknek önmegváltása még a hazaoltalmazó nagy boldogasszony előtt is igazán kivételes és példamutató cselekedet volt. De lássuk, hogy milyen események vezettek idáig. IV. Béla idején telepedtek meg a jászok és a kunok Magyarországon, hamar beilleszkedtek, és kiderült róluk, hogy a szorgalmas nép igen alkalmas katonai feladatokra is vitézségük okán. Ezért különböző kiváltságokat, pallos jogot, szabad tisztviselő és lelkész választást, adómentességet szereztek a jászok és a kunok, miközben szabadon rendelkezhettek visel dolgaik felett. Hűségük erős volt a magyar uralkodók felé, de... Jászberényi város közönsége! Halljuk! Halljuk! Adatik tudtál a kegyelmeteknek a szörnyűséges esemény, mely során első Lipót császárunk szeretett jászkunságunk földjét és lakosait 500 ezer rénesi aranyforintért a német lovagrend birtokába általak. Uram, Atyám! Őseiktől örökölt jogunk alapján ezidáig kiváltságos szabad jász emberek valánk, és most ezen eladatással szabadságunkat és kiváltságainkat elveszítvén jobbágyi sorba taszítanak. Első Lipót császár évtizedekre jobbácsorba taszította a szabadjászokat és kunokat, akik ennek okán álltak a Rákóczi féle szabadságharc mellé. Annak leveretése után ismét magukra vették a súlyos rabigát, de nem törődtek bele, mert új földesuruk a pesti invalidus ház is sanyargatta őket. Elérték, hogy a megváltható zálog formára változtassák a jogtalan eladást. Így elindult az önmegváltás folyamata. Mária Terézia trónra lépése és az örökösödési háború volt a sarokkő. A jászok ekkor tanúsított vitéz hozzáállását jutalmazta az uralkodó azzal, hogy 1745. május 6-án aláírta azt a diplomát, mely visszaállította a szabad jászok és kunok örökös kiváltságait. 580 ezer rénesi aranyforint lefizetése, 1000 lovas katona kiállítása és számtalan költségeskedés mellett a jász és kun kerületek újjászülete. Innentől a redemptus ősök olyan gazdasági teljesítményről és társadalmi összefogásról tettek tanúbizonyságot, mely egész Európában egyedülálló volt. Összegyűjtötték a kért összeget és kiállítottak 1000 lovas katonát. Ezután komoly fejlődésnek indult és egyre gazdagabb lett az összefogás példájaként megtisztelt közösség. Ezt a szabadságért és az ősi kiváltságokért küzdő gazdasági és társadalmi önmegváltást nevezzük jászkun redempciónak. A Magyarországgyűlés 2014-ben május 6-át a redemció kihirdetésének, s egyben az egykori hármas kerület autonómiájának emléknapjává nyilvánította. Május 6-án tehát a jászkun hármas kerület önmegváltását, a redemciót szentesítő diploma aláírását ünnepeljük, melyet Mária Terézia látott el kézjegyével. Őseink szabadságokért cserébe 500 ezer rajnai forintot és ennek kamatait fizették ki, emellett pedig az említett 1000 lovas katona kiállítását is vállalták. A jászok és a kunok rendkívül büszkék a felmenőktől tanult kitartásra, hagyományaikra, kulturális értékeikre, melyeknek legelemibb feltétele az identitástudat. Ma ennek vonalán emlékeztünk az ősök a ma élő jászkunokért vállalt példamutató tetteire.